Most már néhány gyerekkori barátom él, a rokonaim már nyilvánvalóan meghaltak, úgyhogy a édesapám, édesem, nagybátyám legutóbb, úgyhogy, de szívesen járok oda még mindig, úgyhogy időről időre visszamegyek, és ott bizonyos időt eltöltök. Nagyon, nagyon szép időszak ez az életemnek. Aztán apámnak egy nagyon jó ötlete volt, édesapám, ő pénzügyi területen dolgozott, ilyen számvitelit végzett, és az EGRI járásnak volt a pénzügyi osztályvezetője, és az az ötlete támadt, Eger ugye egy iskola város, hogy Budapestre jöjjek a Mester utcába, az első István közgazdasági szakközépiskolába, ami egy kifejezett jó iskola volt, mert a pénzügyminisztériumhoz tartozott, három ilyen iskola volt, nem a művelődési minisztériumhoz, és jó felszerelt. Nyilván a pénzügyminisztérium odafigyelt arra, hogy jól fizesse a pedagógusokat, és arra, hogy az iskola rendben legyen. Nagyon jó volt ez a négy év. Nyilván egy kis falu után nagy váltás volt. Tájszólással érkeztem, egy ilyen palóc tájszólással, egy ilyen palóc határvidék a Bükszent Erzsébet. Ezzel rengeteget szórakoztak a budapesti és Alföldről származó kollégium és iskolatársaim, de ez egy pár hónapig tartott, és végül is egy pár hónap alatt a rendeződött a beszédem, és onnantól kezdve a palóc tájszólás momentán nagy meglepetésemre hát eltűnt. Úgyhogy kellett egy éven betelt, hogy ott beérjem a többieket, nyilván egy ilyen falusi iskolából érkezve volt némi hátrányom, egy év után ezt sikerült elérnem, és a bank elnöke is említett egyet, mert bizonyára a Csányi Sándorral egy kollégiumban laktunk, egy év folyamra jártunk, ő más osztályba járt, mint én, ott négy osztály volt, és hát onnan ismerem, onnantól kezdve ismerem a Csányi Sándor, de a lényeg, hogy nem kellett tanulószobájára rájárnom, mert kitűnő lettem a második évtől, és kitűnő, vagy jeles vagy kitűnés, azoknak nem kellett, hanem akkor tanult, amikor akart. És sokat sportoltam, elég jól sportoltam, futballoztam, kosárlabdáztam, tanulmányi versenyekre jártam, szabaló versenyekre, úgyhogy egy nagyon-nagyon jó időszak. Nagy váltás volt egy kis falu után, Budapest, budapesti kultúra, és volt egy nagyon jó osztályfőnököm, a Patonyi László, aki külön is foglalkozott néhány tehetséges vidéki gyerekkel, és hát sok időt töltöttünk vele, a sporttal, színházba jártunk, uszodába jártunk, sok időt, nyári programok is rendszeresen voltak, sokat köszönhetek neki. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akkor voltam talán a legműveltebb életemben, mert rengeteget olvastam, és hát nagyon jót tett. Aztán Budapestre a jogi karra kerültem, mehettem volna a közgázra, mert részt vettem ilyen tanulmányi versenyeken, és oda felvételi nélkül felvettek, valamiért úgy gondoltam, hogy jogász leszek, és Budapestre jártam itt az Eötvösre, és itt végeztem. Az is egy nagyon, nagyon azt gondolom, hogy egy jó időszak volt. Területigazgató lettem, észak-magyarországi területigazgató, ez Nógrád, Borsod és Heves megye, és elég jól vezettem, nagyon gyorsan felfuthattam az üzleti létszámot, úgyhogy a régiók között a legjobb teljesítményt értük el, mondjuk életbiztosítás eladásban. Egyedül Észak-Magyarországon tudtuk felvenni a versenyt az NN-nel, amelyik akkor rendkívül dinamikusan, a Bordás horvát páros rendkívül dinamikusan fejlődött, és majd mindenki velük kötött akkor életbiztosítás, akinek jelentősebb pénze volt, és Borsod megyébe, ha átlagdíjban nem is, de volumenben meg tudtuk őket verni. Úgyhogy még egy marketing kutatás is indult, hogy mi annak az oka, hogy Borsod megyébe és Heves megyébe, Nógrád megyébe az egész ilyen jól működik, és akkor az volt egyik megállapítása a kutatásnak, hogy a szervezett munkásság vonzódik a biztonság gondolatához, ami azért volt érdekes, mert akkor zárták be az összes létező bányát és gyárat a környéken, úgyhogy ez nem annyira volt igaz. Az volt az igazság, hogy jóval több ügynökkel dolgoztam, és elég jó motivációs rendszert vezettem be, azonos jutalékrendszer mellett is lehetett jobban. Ami nagyon fontos volt, hogy a nagyvárosokban, például Miskolcon, ahol jellemzően mindenütt egy-egy fiók volt, tehát nem volt belső verseny. Ott én három fiókot működtettem. A belső verseny egy cégen belül mindig jóval erősebb, mint amikor másokkal kell versenyezni, mert másoknál mindig az van, hogy jobb a reklámtámogatás, több a reklámanyag, jobbak a termékek, több a jutalék, de mikor azonos érdekeltségi rendszer, azonos támogatottság mellett kell dolgozni, akkor derül ki, hogy tulajdonképpen ki az igazán tehetséges, és a belső verseny mindig jobban motiválja az embereket. Néhány kisvárosban két fiókot működtettünk, mondjuk nekünk összesen volt 30 ügynökünk, és összes konkurens bizottságnak meg 6-7 ügynöke volt ugyanabban a városban. Hát ugye egy idő után én nem nagyon akartam eljönni, azt kell, hogy mondjam, az AB-tól, az AB-Egon-tól, jól éreztem ott magam. Mikor országban ilyen országos értékesítő ügyvezető lettem, nagyon szívesen csináltam. Akkor ismertem meg igazán az egész országban a hálózatot, akkor ismertem meg a fiókvezetőket, üzletirányítókat, velük rendszeresen találkoztam, és akkor építettem ki egy elég komoly kapcsolatrendszert, és talán akkor teremtettem meg azt a tekintélyt magamnak, ami később, amikor úgy alakult a sors, hogy onnan eljöttem, hogy akkor meglehetősen könnyen toboroztam munkatársakat, mert egy-másfél hónap alatt több mint 1000 ember jött át
az Egonból a garanciába dolgozni, az OTP garanciába dolgozni. Hát ez meg úgy történt, hogy amikor a Csányi Sándor az OTP bank elnök vezérigazgatója lett, és ez 92 májusában, akkor már 92 szeptemberében megkeresett engem, hogy vállaljam az OTP garanciának a vezetését, akkor már kizárólagosan egy tulajdonos, az OTP volt ennek a cégnek a tulajdonos, amikor korábban azt mondom, a Hitelbank és az Allianz együttesen alapították, vagy a Hungária együttesen alapították, OTP volt akkor már a tulajdonos, akkor nem tudtam eljönni, mert nagyon-nagyon kötődtem az Egonhoz, a munkatársakhoz, és akkor azt mondtam, hogy nem. És utána értékesítési ügyvezető is lettem, akkor ez is benne volt a dologban nyilván, úgyhogy szerettem azt a munkát, amit ott végeztem. Nagyon nem szívesen jöttem el, de aztán az történt, hogy ott olyan vált, nem csak az, hogy jött érkezett a Kisberedek Péter, mint értékesítési vezérigazgató helyettes, ez egy dolog, hanem az is, hogy akkor úgy döntöttek, hogy átszervezik az egész céget, és 4 business unit lesz egy élet, lesz egy vállalati, vállalkozói, lesz egy lakossági vagyon, és lesz egy banki divízió, amelyik majd indul egy ilyen business unit. Hát én ezt nagyon elleneztem, mert azt gondoltam, hogy nagyon jól mentünk akkor, egyre közelebb kerültünk például életbiztosítás eladásba az NN-hez, a piacvezető szerepet még akkor meg tudtuk tartani, és én azt gondoltam, hogy a ügynöki hálózat nagy része kompozit ügynökök, és ez nem lesz jó, ha ez ilyen formán szétverjük. Ha csak valaki olvasta valami könyvbe, hogy szegmentált piacokat, szegmentált értékesítési hálózattal kell támadni, és ez ott végre lett hajtva. Hát a 4 business unitból semmi nem lett. Lettek kísérletek, több milliárdos kísérletek voltak, a végül is szép lassan egymás után megszűntek. És akkor úgy gondoltam, hogy ez egy jó pillanat arra, hogy egy ügynökhálózatot áthozzak a garanciához, és akkor igent mondtam az ismételt ajánlatára a Csányi úrnak, és végül is ez úgy volt, hogy pontosan... Egyébként az Egon rögtön azt mondta, amikor megvolt a vásárlás, hogy az Egon nagyon sok helyen vásárolt, akkor nagy nemzetközi terjeszkedésben voltak, egy nagyon erős pénzügyi csoport mindmáig, és azt mondták, hogy az Egon csoport legjobb befektetése volt mindeddig az AB megvásárlása. Gyakorlatilag kockázat nélkül azon az áron, amit megvették, hát az ingatlan vagyon lényegesen többet ért, mint amennyiért ezt a céget megvették. Nyilván ott a privatizáció környékén el lehet hallani ezt más nem csak biztosító kapcsán, hanem más vállalkozások kapcsán is, hogy bizonyos dolgok meglehetősen olcsón kerültek akkor értékesítésre. Ez így volt a biztosításnál is. Az Allianznak a dolgait nem tudom. Itt tudom nagyjából, hogy mennyi volt az ár, tehát rendkívül olcsón. Gyakorlatilag tehát kockázat nélkül egy nagy jelentős dírtartalékot kaptak, egy nagy ingatlan vagyont kaptak, hiszen mindenütt a városok közepén volt az iroda jobbára, a nagyvárosokban egy szép épületben, mint hogy mindmáig ugye az Egonnak a központja a Kálvin téren, az egyik legszebb épület ott a környéken. Úgyhogy hát ez valóban, és akkor évente rendkívül nagy profittal, évente ez folyamatosan megtérült nekik. Tehát akkor sok mindent több okból olcsón adott el ez az ország. Én azt gondolom, hogy kicsit másképpen kellett volna ezt az egészet bonyolítani. De ez már történelem. Nem, hát én azt gondolom, hogy csak az ügynökök számában volt, meg a jó vezetőket, hogy meg kell találni. Tehát én nagyon szívesen dolgoztam női vezetőkkel, nagyon jó fizikai vezetők voltak, rendkívül hajtósak a hölgyek, úgyhogy nagyon jó üzleti területen, nagyon jó velük dolgozni, úgyhogy hát ez volt egyszerűen, ott máshol nem múlott, mert azonos termékek voltak, azonos támogatottság volt. Az ügynökök száma, meg hogy mennyire tudtam őket motiválni. 27 fiúk volt ebben a 3 megyében. A fiúkokon belül is egy elég jó verseny kibontakozott. Nyilván viszonylag szegény területe mindmáig az országnak, különösen, hogy az iparbányászat akkor ott nagyjából befejeződött, de mégis egy sokkal kevesebb volt a vásárlóerő, de abból jóval többet tudtunk elhozni. Nagyon jóval nagyobb volt nálunk a lakástelítettség, sokkal nagyobb lakásszámunk volt, a lakás darabszámhoz képest, tehát arányaiban sokkal jobban álltunk, életbiztosításba, autóbiztosításba. Hát az autóra visszatérve még ugye az Egonnál dolgoztam, amikor Budapesten mi nagyjából leálltunk a gépjármű felelősségbiztosítással és a kaszkóval, mert a gépjármű felelősségbiztosításban hatósági árok voltak. Ugyanaz volt az ár mindenütt. A kisfalvakban ugyanaz, mint Budapesten. Aki vidéken szerződött, nyert, aki Budapesten, az veszített. És akkor 96 őszén a garanciához kerültem, akkor első intézkedésemre fölmondtunk itt 5000 kaszkó biztosítást Budapesten, és megtiltottam a kaszkó kötést és a gépjármű felelősségbiztosítás kötést. És a kaszkót tudtuk akkor fölmondani, mert a gépjármű felelősségnél kicsit más szabályok voltak, így az egy hatóságilag szabályzott valami volt,
és nyilván csomó OTP dolgozónak, vezetőnek is sikerült a kaszkóját fölmondani. De, és akkor fel kellett lépnem a híradó, az esti híradó a TV1-es csatornán, és akkor mondtam, hogy nagyon szívesen vállal a garanciabiztosító annyit az autó gépjármű felelősségbiztosítás és kaszkó veszteségből, amennyi a piaci része 5%. De semmi nem indokolja, hogy ennek a veszteségét Budapesten az 50%-át viselje. Egyre nagyjából a dolog lekerült napirendről. Úgyhogy aztán később, mikor már nem hatóságjáros, ugye már jó ideje a gépjármű felelősségbiztosítás, az egy más dolog volt. Onnantól kezdve természetesen érdemes bizonyos kategóriákban Budapesten és ezen a területen szerződni. Újra meg újra nagy. Nem igazán. Én azt kell, hogy mondjam, hogy nem annyira mentünk a garanciánál. Nem tartottam, jóval jobbnak tartottam a lakáspiacot, az életbiztosítási piacot, a vállalkozói területet, mint az autóbiztosítást. Az autóbiztosítás még éveken keresztül mindig külön, egy-egy biztosítónál, kisebbnél, nagyobbnál újabb meg újabb veszteségek jelentkeztek. Alacsony volt az ár. A gépjármű felelősségbiztosításban most álltak be az árak, most már van valamiféle csökkenés talán az árakba, de ennek be kellett állnia. Például a nyerges vontatók biztosítása, a kamionok biztosítása, ez egy totális bukás volt. Hát akkor tehát a díj 200 000 forint körül volt, és ennek a díjigénye közel 1 millió forint évente, mert olyan komoly károk keletkezhetnek mindenféle viszontbiztosítási fedezet mellett is, ami nagyon nagy kockázatot hordoz. Tehát ez még mindig egy ingoványos terület ennek a... És lehet látni, bejött ide egy román biztosító a gépjármű felelősségbe, aztán fejreállt egy pár év múlva rendkívül alacsony árakkal. Tehát most már azt gondolom, hogy ezzel a tanulsággal már gazdagabbak a biztosítók, és durva árverseny ezen a területen már nincs. Akkor tájt volt, és én inkább más területeken gondoltam, hogy kell haladni. Ami nagyon fontos volt, és nagyon nagy lehetőséget jelentett akkor is, amikor elvállaltam ezt az állást, az OTP hálózat, mint egy értékesítési hálózat. Ez kulcskérdés. Hát olyan szinten, én azt gondoltam, hogy sokkal egyszerűbb lesz. Sokkal egyszerűbb lesz, a bank elnöke támogatja, hogy ez menjen, és ez majd menni fog. Hát rendkívül nagy ellenállás volt. Tehát a biztosításokat eladni az OTP hálózatába, az egy éveken keresztül, kezdtünk ki a generáció X-el, éveken keresztül nagyon nehezen haladtunk, és egy 3-4 év kemény munka volt, hogy a dolog elkezdődött. És az OTP hálózat elkezdett eladni, és mindmáig így van, tehát mindmáig egy nagyon komoly stratégiai partneri kapcsolat van a Grupama és a OTP között. Az OTP fiúk hálózat folyamatosan ad el Grupama termékeket, ilyen 35-36 milliárd forint értékben. A törlesztés biztosítás, a PPI biztosítás akkor indult el, ezt úgy kezdtük el, hogy valamikor 2004-ben, és most arra ez rendkívüli módon felfutott. És rendkívül profitábel és viszonylag alacsony díjú, nagy tömegben adott biztosítás. Úgyhogy ez komoly jutalékbevételt jelent az OTP-nek, és nagyon komoly bevételt jelent természetesen a díjbevétel oldalon, jó módozatból, profitábilis módozatból a Grupama biztosítónál. Ez elindult, és ez most már ez jól működik. És évekkel ezelőtt, sok évvel ezelőtt az OTP bankba bevezettek egy ilyen startpontrendszert, és hogy az OTP hálózatot úgy fogják működtetni, ahogyan egy ügynöki értékesítési hálózat működik, tehát aki sikeresebben dolgozik, ott az többet fog keresni. És akkor én felszólaltam és mondtam, hogy ha úgy működtetjük a OTP hálózatát, mint egy ügynök hálózatot, akkor úgy is fog viselkedni. Elmegy a könnyebb ellenállás irányába, és megjelennek majd a fiktív tranzakciók. És ezek után ott jött, hogy hát utasi úr, hát ezek nem biztosítási ügynökök. Ilyen. Volt ott egy jelentősebb derültség, de a derültség nem tartott sokáig, mert az OTP magazinban az első oldalán ott voltak, akik a legsikeresebbek voltak ebbe a dologba. Majd aztán pár hónapra rá négyüket az ötből ki kellett rúgni, a ötödiknek komoly támogatottsága volt, ő maradt, mert természetesen elmentek a könnyebb ellenállás irányába, tehát nem azt a terméket adták el, ami jobb volt, mondjuk itt banki termékekről beszélünk, ami jobb volt a banknak, hanem ahol több pénzt lehetett keresni. És az értékpapíron sokkal többet kerestek, mint mondjuk aki a hiteledéssel foglalkozott. Ez megindított egy fluktuációt is, ami nem volt szerencsés, és megjelentek a fiktív tranzakciók, ami például, hogy lakcímmódosítás egy startpont, akkor délőtt beírta valaki, lakott mondjuk a Kossuth utca 7-be, akkor beírta, hogy Kossuth út 8, majd este visszaírta, hogy 7. És ez ugyanúgy egy pont volt, és ez szépen összeadódott a hónap végére, és hát bizony, tehát ha úgy működtetünk egy hálózatot, mint egy értékesítő, az úgy is fog viselkedni, kontrollálni kell, és hát onnantól kezdve természetesen néhány OTP vezetőn, aki akkor tájt ezt mulatságosnak találta, hogy vigyázni kell, akkor azt azért megemlítettem, hogy lehet, hogy ehhez én például lehet, hogy jobban értek. És ami nagyon nagy elégtétel volt, hogy az OTP-nek jelenleg ugye retail vezetője a Kovács Antal, most már sok éve,
Dél-Dunántúli végővezető volt, és nagyon legsikeresebb volt a biztosítások eladásába is, meg a bankolásba is, azt gondolom, és ő azt mondta, hogy az OTP hálózatát a garancia biztosító üzleti vezetői, ügynökei, fiókvezetői, trénerei tanították meg eladni, értékesíteni. És ez sokat számított. Még az érdekelne bennünket, hogy amikor bejött egy külföldi, egy nyugati tulajdonos, hogy az mit hozott, milyen következményei voltak így a vállalati struktúrára, vagy a szemléletre? Hát nyilván sok olyan tapasztalattal rendelkeztek, ami a verseny területén, ők már, nekik ez meg volt, hiszen ebben a környezetben dolgoztak már sok-sok éve. Úgyhogy ebben nyilván tudtak itt-ott segítséget adni. De elég jó szakembergárdát találtak. Én azt gondolom, hogy itt a biztosítóknál, a monopól biztosítóból az akkor induló két nagy, majd aztán még a folyamatosan beinduló 3-4 biztosítóhoz olyan szakemberek kerültek, akik tudták ezt a területet vezetni. Nyilván voltak kudarcok itt-ott, de voltak komoly sikerek is. Tehát azt gondolom, hogy aki akkor befektetett ebbe a piacba, tehát jó befektetés. Tehát kisebb biztosító közül is jó néhány sikerrel meg tudott indulni. Mondjuk a grupa momentán pont nem tartozott ebbe a körbe, de már ez egyik oka annak, hogy aztán, amikor a grupa lett a tulajdonos, miért nem vállaltam tovább ennek a cégnek a vezetését. Úgyhogy, de én azt gondolom, hogy nem volt nehéz dolga az itt befektető pénzügyi csoportoknak. Tehát itt először is a piac, ha meg lehet nézni a számokat, hogy milyen mértékben növekedtek a biztosítási díjbevételek, hogy növekedtek ezekben az években. Tehát azért itt a verseny az egy nagyon komoly felfutás generált. Tehát ez azért azt kell, hogy mondom, hogy ez egy mindenféleképpen egy sikertörténet, ami egészen a válságig tartott. Volt az egyik általam nagyon tisztelt vezérigazgató helyettes, aki állandóan előállt, hogy ő találkozott egy ügynökkel, és az ügynök a következőket mondta, és mindig gondolkat mondott, ami csak az ügynöknek volt jó, és a cégnek végképp nem, rövid, hosszú távon biztos nem. És azt találtam mondani, amikor már a vita hevébe, és ez nem először fordult elő, azt találtam neki mondani, hogy nincs szerencséd, mert mindig a leghülyébb ügynökkel találkozol. És a Kepes Gábor azt mondta, hogy kikérem ezt a hangot, nem tudom kinek a nevébe, nem szívesen említeném most a nevét, mondtam, Gábor, kikérheted, de tényleg azzal találkozik, mert meg kell kérdezni, hogy az ügynök mióta dolgozik itt, és meg kell nézni, hogy milyen eredménnyel, mennyire jó, milyen minőségű a munkája. De olyannal találkozni, aki pár hónapja szédelegít és köti a fiktív üzleteket, és ráfigyelni, őt meghallgatni, az teljesen szükségtelen. Na hát voltak azért ott ilyen viták, úgyhogy nyilván az az előnyöm megvolt, hogy már így megyeigazgatóként, meg helyettesként én azért értékesítési áldatot, ügynökhálózatot irányítottam. És például mindig ugye a legjobb az, hogy termék, nincs elég termék, ez nem így van. Néhány alapvető termékkel, egy-egy ügynök pár terméket tud sikerrel eladni. Az kell, abban a területen kell dolgoztatni. Hát nem csak az Egonnál, a garancián is kifejlesztettünk a terméket, ami nagy hálózati nyomásaimból semmi nem lett. Kiderült, hogy nincs piaca, és akik nagyon harsogtak, hogy majd mekkora bevétel, nem lett belőle semmi. Tehát vannak, lehet nyilván sikertelen kísérlet, de alapvető termékekkel, tehát a lakás, életbiztosításba, nyugdíjbiztosításba, egészségbiztosításba, autóbiztosításba, alapvető termékeknek meg kell lenni. Egy ügynök 3-4 terméket ad el sikerrel. Nem, a táskában nem hurcolott rengeteg mindenféle ajánlatot. Amiből ő sikeres, amit legjobban el tud adni, nyilván azzal foglalkozik. És amit meg kell becsülni, hogy a jó ügynököknek van azért egy komoly vevőköre. Volt a McKinsey, átvilágította az OTP garanciát, mikor már rendkívül sikeresek voltunk, ez valamikor volt 2005-ben, és akkor megállapították például, hogy a legjobb ügynököket el kellene küldeni a cégtől, mert nekik nagyon jelentős a bekeresett operatív jutalék jövedelmük, és hát ahhoz képest, amit egy évben produkálnak, ahhoz képest többet keresnek. No, de például ezek az ügynökök azok, akiket leginkább meg kell őrizni, mert ők a legértékesebbek, nem csak a teljesítményük mennyisége, hanem a minősége miatt, és őket stabilizálja a speratív jutalék, amiben van a termékben a fedezete egy biztosító társaság mellett. De hát ők ezt találták, hogy kiszámolgatták, hogy az összes sikeres embernek, meg fiókvezetőnek, meg üzletirányítónak el kellene menni, mert ugye elviszik a pénznek egy jelentős részét. És akkor én összecsaptam velük, és ott sikerült végül is a bank felsővezetésével is elfogadtatni, hogy hát a McKinsey ehhez nem ért. És akkor én egy levelet is írtam a McKinsey-nek, mert elkérték a ügynökre lebontva a teljesítményeket. Beleírtam a levélbe, hogy adják vissza, vagy nyilatkozzanak hivatalosan, hogy ezeket az adatokat megsemmisítették, mert hozzáértők ezekbe kerülve ez komoly károkat okozhat. Hát ezek nem ők voltak. Aztán írtam egy hosszabb levelet, és egy rövidebbet. A bank elnöke mind a két levelet elolvasta, és kérdeztem, hogy melyiket küldjem el. Hát azt mondta, hogy a hosszabbat. Abba pontról pontra leírtam, hogy tehát ez a
gyakorlatilag nagyon jó back office-ban nagyon jók, de értékesítési hálózat szervezésébe, értékelésébe, ehhez egyszerűen a McKinsey akkortájt nem értett. És a levelem végére odaírtam a Mark Twain-nek a következő mondatát, hogy nem azzal van baj, amit nem tudunk, hanem amit biztosan tudunk, csak még sincs úgy. És ezzel zártam a McKinsey-nek elküldött levelet. Azóta is a forradalmi a kapcsolatunk, mert jól ismerem nyilván ott dolgozó néhány vezetőt, és akkor még a Radev Antoni volt a korábbi vezetőjével, sok éven keresztül a McKinsey-n, és mondta, hogy Laci, miért nem engedett, hogy segítsünk? Mondom, mert nem tudtok. Akkor már nem dolgozik a McKinsey az OTP-nek? Ja, még mindig dolgozik. Újra meg újra van. Ez egy, hogy mondjam, van egyébként, van, amihez nagyon értenek. Tehát van, amiben igazán jók. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az, hogy back office-ban megnézni, egy szerencsétlen dolgozó mit csinál, hány másodperc, óra, ez borzasztó, mikor már ilyen, mit tudom, negyed TMD-re le van bontva egy OTP fióknál az igény. Én azt gondolom, hogy az OTP hálózat az eredményeken is látszódik, rendkívül jól szervezett. A fiók hálózata szükség van, és ha valami megy, akkor azonnal létszámot növelnek, ha nem megy, akkor létszámot csökkentenek. Rendkívül komoly kontroll van, azt kell, hogy mondjam, az OTP hálózat irányítás, nagyon sikerrel adnak el biztosítási termékeket is.